Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban egy kicsit rendhagyó bemutatót szeretnék nektek mutatni. Ugyanis, amit látjátok, hogy ez egy Beats fülhallgató, abból is a Beats Studio Wireless Cat Generation második generációs. És amit látjátok, itt a... meg is mutatom, tehát ez most arról fog szólni, hogy én erről nem tudtam, de én erre nagyon vigyáztam erre a fejhallgatóra, és amit látjátok, ugyanúgy így jön föl ugye itt a bőr végig, illetve hát szóval azért egy kicsit többet számít az ember egy majd 100.000 forintos fülhallgató, vagyis fejhallgatótól. Ami azért eléggé gáz, valljuk be. A fejhallgatónak továbbra sincs semmi baja, rettenetesen jól szól, de a fülpárnája az gyakorlatilag foszlik, és hát ezzel nem tudsz mit kezdeni. Tehát hiába vigyázol rá úgy, mint én, egyszerűen foszlik a fejpárna. Úgyhogy ebben a videóban azt szeretném nektek megmutatni, hogy mit csinálja akkor, hogyha foszlik a fejpárnája egy, ez esetben egy Beats Studio második generációs fejhallgatónak, és hogy hogyan kell kicserélni a fejpárnát. Ugyanis a Beats semmi ilyesmivel nem foglalkozik, amennyiben bármilyen ilyen problémád van, akkor vegyél magadnak egy új fejhallgatót, hogyha viszont garanciás a fejhallgató, ami nekem már nem az, akkor viszont adnak helyette egy újat, ami oké, na de örökké nem lesz garanciás, és hát pont garancia után gyakorlatilag így elkezdett foszlani a fejpárna, úgyhogy ebben a videóban arról azt szeretném megmutatni nektek, hogyan kell a fejpárnát kicserélni ezen a fejhallgatón. Szóval, ez most nagyon hülyén fog kinézni, de tulajdonképpen kell hozzá egy kés, mert hogy ez itt ragasztva van, ott végig benne. Szóval ezt gyakorlatilag le kell szedni róla késsel, hogy aztán az újat föl lehessen rakni, mivel hogy ennek is két oldalú ragasztója van. Megmutatom, hogy akkor ez hogy fog kinézni. Na, akkor mind a két fele lejött, amint látjátok, ugye ez valójában ez a ragasztás, ez elég erős, tehát ez tényleg nagyon erős, de szóval, hogy mégiscsak ragasztó van, tehát na mindegy, annyiból jó, hogy tényleg ennyire erős a ragasztás, hogy nincsen rajta felesleges ragasztó ugye egyik oldalon se, nem maradt ott, tehát fel tudjuk helyezni az újakat. Így aztán, és itt vannak az újak, tökéletes minőség. Ami nagyon fontos, hogyha megnézitek ennek az alját, illetve igen, hát itt valójában ennek mindegy, hogy melyik az alja, de itt láttok egy ilyet. Na most ezt, ha megnézitek jól, akkor az erre a felére jön, látjátok? Mert itt van az a beugrás. Tehát ez erre a felére megy rá. Úgyhogy lássuk is. Helyén van, meg egy kicsit rányomjuk, ja, és akkor itt ez a fele már meg is van. Tehát így néz ki itt az aljánál, tehát tökéletesen passzol, ugye ott van, ahogyan úgy néz ki, ahogyan ki kell néznie, és akkor itt van a másik. Varrás itt van. Jó.
égni. Ezt is rányomjuk, hogy jól ragadjon. És meg is vagyunk. Szóval ennyi volt így a csere, mind a kettőnél ott a varrás, mind a kettő nagyon kényelmes, nagyon jó puha. A abszolút illik egyébként, szerintem még talán kicsit jobban fel is dobja egyébként ezt a matt fekete kinézetet, ugye ez a sötét szürke ilyen fülpárna rész, mint a sima egyszerű fekete, az olyan snassz, olyan egybe van, de így viszont egy kicsit olyan jobban néz ki, jóbofább, úgyhogy ennyi. Szóval ez lenne így ez a Beats fejhallgatónak ugye a párna cseréje, nem tudom mennyire volt hasznos ez a videó, de remélem, hogy igen, hogyha tetszett, illetve nektek is olyan problémátok van így a Beats fülhallgatótokkal kapcsolatban, és szeretnétek megosztani, akkor mindenképpen írjátok le lent kommentben, hogy mit gondoltok erről az egészről, illetve hogyha van-e Beatsetek, ha van, akkor mennyire vagytok vele megelégedve, vagy hogy mennyire, vagy hogy szeretnétek-e. Én ennyi lettem volna így mára. Ha tetszett ez a videó, mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, kérlek, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmilyen videómról, és legközelebb találkozunk, addig is jók lehetek, és sziasztok!